Köszönöm szépen!
vagyok. Hello. Hajam jól áll. De veszed most is meg. Azért csináljuk, hogy majd rallycrosson is be tudjátok mondani, hogy mennyire lada érett már a gyerek, vagy nem. Mert ő még nem tudja, de az. Tudom én. Nem akarja. Tudom én azt. Vagy nem akarja. Milyen volt a hétvége? Jó, nem törtünk össze méregdrága autót. Így már tök jó. Meghorpadt a zsiga, az nem szokott, de most próbáltunk sokkal gyorsabban menni. Nagyon lassú vagyok sötétben, nagyon rosszul látok. Ezt próbáltuk utolérni ma. Ma kurva jó volt, ma iszonyat mentünk. Magamhoz képest sok. Én csak ilyen gentleman drivernek tartom magam, hogy így örömautókázunk, de igazából olyan kevés itt a levegő. Úgyhogy igazából nagyon jól éreztük magunkat. A foglalkozás elérte a célját, vagy hát ilyen nagy bölcsességeket kell mondani, akkor esetleg azt is lehet mondani, hogy most igazából majdnem minden a mi terveink szerint alakult. Majd kiderül a legvégén, most nem is tudjuk, mert iszonyat sokat hoztunk a szombathelyi párosan. Bízunk benne, hogy utolértük őket, az biztos, de hogy mennyire, azt nem tudjuk kiszámolni, semmi net, semmi izénk, úgyhogy... Ha nem nyersz, kikapsz. Ezt megmondták a bölcsek, ha nem nyersz, kikapsz. Viszont gáz meg fék. Jó volt, a mai nap az már tetszett, itt már kezdtünk egész jól összeszokni. Igazság szerint ugratunk is nagyon, megint szokásunkat kíván. Ah, szokásunkat kíván, remélem. Az utolsó volt ott senki. Az utolsóban volt egy kis kalandunk, mert nagyjából egy vízcsőre a négy kanyarral a vége előtt eldurrant a vízcsőm, ez beszívta a karburátor, megkezdtünk három hengerrel jönni, úgyhogy kalandos volt, de beértünk végül. Nagyon sok időt tudtunk javítani a tegnapi éjszakai botozásunkon, egyszer nem láttam semmit. Ja. Nagyon jó volt. A végére. Sok-sok kalanddal térünk haza és élménnyel.